Ókorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott, vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ésaiás. Nem volt remény. Hullottak az emberek. Miért engedheti meg egy szerető Isten ezt a poklot? A mai napig nem értem. A világtörténelem egyik legsötétebb korszaka 1938-ban kezdődött, amikor Hitler megkísérelte a zsidók szisztematikus elpusztítását. Mire végzett, a világ zsidó népességének egyharmadát eltörölte a föld felszínéről. Meggyilkolta, megsemmisítette. De azért volt néhány zsidó, aki a tengeren túl talált menedéket. Mások, a kevésbé szerencsések, Európában maradva, pincékben és padlásokon rejtőzve élték túl a szörnyűséget. Megint mások a koncentrációs táborokból kerültek ki élve, mikor véget ért a háború. Hogy lehet, hogy ezek a férfiak és nők, ezek a túlélők képesek tovább menni azok után, amin keresztül mentek? Hogyan tanulhatnak meg újra mosolyogni, énekelni, táncolni és nevetni? A most következő történetek azokról az emberekről szólnak, akiknek életét a holokauszt szétzilálta, de akiknek élete végül újraépült. Elmondják túlélésük történetét, beszélnek a reményről és a hitről. A hitről, amely a legkevésbé várt forrásból fakad fel. Auschwitz,
Jó napot kívánok, kedves nézőink, üdvözlöm Önöket! Január 27-én volt 70 éve annak, hogy az orosz csapatok felszabadították az auschwitzi haláltábort. Az ENSZ közgyűlések 2005-ben nyilvánította ezt a napot nemzetközi holokauszt emléknappá. A határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió, igen nagy többségében zsidó származású áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. Mai adásunkat teljes egészében ennek az emléknapnak szenteljük. Meghívottaim lesznek Nussbaum László, holokauszt túlélő, valamint Ladislau Gyémánt, történész, egyetemi tanár. A holokauszt nemzetközi napja alkalmából ezrek gyűltek össze az auschwitzi és a birkenaui haláltáboroknál, köztük hozzávetőlegesen 300 túlélő is. A román televízió kolozsvári területi stúdiója is a helyszínen volt, élőben közvetített az eseményről, amelyen magasrangú európai politikusok, főméltóságok is részt vettek. A január 27-i nemzetközi holokauszt nap eseményei már január 26-án megkezdődtek, amikor a túlélők, az ő hozzátartozóik és a holokauszt áldozataira emlékező tömegek lépték át azt a kaput, amely az emberiség történelmének legborzalmasabb helyszínére visz. Kedves nézőink, az Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeum bejáratánál állunk, az egykori megsemmisítő tábor, a haláltábor helyszínén. Idén az auschwitzi tábor felszabadításának 70. évfordulójához érkeztünk, és ebből az alkalomból egy nagyméretű megemlékezést szervez maga a múzeum és a Nemzetközi Auschwitz Tanács. Külön jelentősége van ennek a megemlékezésnek 2015-ben, hiszen nem csak az a tény emeli ki az eddigiek közül, hogy mintegy 50 ország a legmagasabb szinten képviselteti magát a megemlékező rendezvényen, államelnökök, miniszterelnökök, miniszterek fognak ide érkezni a helyszínre, hanem attól is különleges ez a néhány nap itt Auschwitzban, hogy mintegy 300 túlélőt kísérnek el ide különböző szervezetek. Elhozzák ide azokat az embereket, akik végigélték Auschwitz borzalmait, hogy meséljenek saját történeteikről. Amen. Azért vagyok itt, hogy elmondjam a világnak, hogy ez megtörtént. A világnak tudnia kell erről. Az emberek egy része tagadja, hogy megtörtént volna, de én azért vagyok itt, hogy elmondjam, megtörtént. Mondja ez a láthatóan meghatott férfi. Nem ő volt az egyetlen túlélő, akit megrázott az Auschwitz-szal való találkozás. Ordítás, sírás volt mindenfelé. Ó, Istenem, miket tettek a nőkkel, pucéra vetkőztették, elvették a szemüvegeiket, cipőiket, a csomagjaikat magas hegyekbe rakták, a másik oldalon meg ott álltak levetkőzve. Csak azt akarom megnézni, hol vannak a tusolók és a gázkamrák, mert nagyon sok nőt elgázosítottak, minket munkaképes fiúkat csak letusoltak. Annyi idő után csak egy imát akarok elmondani. Nem tudok mást mondani, csak ezért vagyok itt.
Lakatos Gyula. Láttam. Láttam katonát vérzősebbel. Bűn se szivárgott belőle. Láttam árnyékot megijedve. Láttam sok gyermeket szétheverve. S nem virrat rájuk szép zengő ének. Láttam fénymarta állkapcsokat. Láttam virághervadás. Álomszáron. Láttam szitkod bukószájon. Minden szentnek, minden fénynek. Békét nem láttam. Akármerre néztem. Nem lehet kitörülni. Az velem él. Az minden velem él, napról napra. The time, hell on earth, blood and fire.